Üdvillő módon mindenkinek! Eljöttem egy szigetüzem látogatóba, és egyúttal, ha már itt vagyunk, kipróbálunk egy olyan pici kis invertert, ami egy szigetüzem esetén segítség lehet. Tehát nem hálózathoz fogjuk csatlakoztatni, hanem egy szigetüzemhez konkrétan. Nézzük az invertert, hogy mik a specifikációk, és nézzük meg, hogy mit tud a gyakorlatban. Ott van a kis ipari csatlakozónk, itt van egy ilyen kis ügyes töltő, amit látható, 20 amperrel töltünk per pillanat. Hát pici feszültséges is van, hát elég messze van egyébként a szigetüzem. Na de se baj, minket ez nem korlátoz, ugyanis egy jó szigetüzem kiszolgál bennünket minden probléma nélkül. Na hát töltődjön, menjünk, addig kísérletezzünk tovább. Nagyon hasznos kis jószág abban az esetben, hogyha vannak nagy terheléseink, amik folyamatosan fogyasztanak. Megpróbáljuk nem elszórni itt a dolgokat, hogy ez így meglegyen. Tehát ez egy ilyen, hát nekem kínaiul van egyébként, de azt látom, hogy 22-től 50 volt DC-ig támogatja a bemenőt, és ugye ahogy ott írja, 50 Hz-es, vagy 60 Hz-es egyébként, és azon belül 45-től 50-ig, 55-től 60-ig konkrétan. De van ennek angol verziója is. Hát, ha itt jobban látszik a dolog, bár annyira nagyon nem kell egyébként túlgondoljuk a dolgokat, egy pici mikroinverterről van szó, ami egy balkonszolárnak is megfelelne. A csomagban érkezik egy ilyen kis felfogató, ugye ezt egy az egybe a napelem hátuljára fel lehet fogadni. Érkezik hozzá egy darab tápkábel, ami ugye vízmentes, és egy darab sukó. Másfél amperről beszélünk. Ki fogja bírni? És egy kicsit belelesünk, itt találjuk meg magát az invertert. Ugyebár itt Lászlónál egyébként soha nem szokott fújni a szél, és mégis fúj, mert itt vagyok. Ne félj, motthol nem fúj. Na de, hát nem gyönyörű. WC300-as, van rajta gyakorlatilag egy red, ami ha pirosan világít, akkor valamilyen védelem aktiválódott, ha zöld, akkor az azt jelenti, hogy már működőképes. Oldalán egy pár MC4 csatlakozó, egy pár AC csatlakozó. Hátoldalon pedig egy figyelmeztető felirat. Ennyi mindösszesen az egész készülék, teljesen vízhatlan. Hőálló, vízálló, mindenálló, fagyálló. Tehát csatlakozhatunk hozzá napelemet. Van is itt egy napelemünk egyébként, amit itt előkészítettünk. Csatlakoztatjuk a hálózatot, és megnézzük, hogy mennyit tud segíteni a szigetüzemnek, ugyanis jelen pillanatban a szigetüzemünk autót tölt, tehát egy folyamatos fogyasztója van neki. Bent vagyunk a reaktortérbe, amint láthatjuk, ugye a napfényünk az ilyen vegyesen termel, na de most nekünk a kísérletünknek nem ez a lényege. Az a lényege, hogy jaj, de szépen csipog egyébként. Hát meg vagyunk kicsit terhelve, maradjunk annyira. 4,5 kW felett vagyunk, 4,55 egész pontosan, most 56, csak azért meg kimondtam. Na csatlakoztassuk a kütyünket, és nézzük meg, hogy mennyire veri le a fogyasztást. Én szerintem itt most minden watt számít, mert könnyítünk az inverteren. Visszajöttünk ide a napelemekhez, egy darab van egyébként. Összecsatlakoztatjuk szépen a napelemet az inverterre. Ugye semmi dolgunk sincs, mint hogy összeklikkeljük. Amint látjuk, pirosan világít a kis ledecske, és megkérem a Lászlót, hogy összekösse az AC oldalt. Jó. És zöldre váltott. Szépen elkezdett villogni. Azaz, elkezdett dolgozni. Természetesen a napocskánk az bujócskásat játszik. De attól függetlenül most nem szabad 4,55 legyen, mert valamennyivel beszáll a kis inverterünk is. Ugyan egy autót töltünk, de akár ez egy boiler is lehetne. Nézzük meg az invertert. Újra itt vagyunk a reaktortérbe. Amint látható, a 4,55-ből most kevesebbet kell adjon az inverter. Na persze most nem vágjuk magunkat hasra, mert most egy picivel kevesebb kell. Pont elbújt a nap is. Megvárjuk, hogy kisüssön a nap rendesen, és akkor fogunk látni egy pontos értéket, most csak egy pár wattal száll be szó szerint. Viszont a lényeg az az, hogy van egy szigetüzemű inverterünk, ami nem csatlakozik hálózathoz, és ha vannak olyan nagy fogyasztóink, mint autótöltés, boiler, egyéb ilyen fogyasztók, amik folyamatosan működnek, abban az esetben tudunk használni kisegítő inverternek egy ilyen picike kis invertert, sőt, ennél sokkal nagyobban is,
ugye AC csatolva lesz a dolog, de látható, hogy most is azért már csak 4,5, nem 4,55, bár a fellegek nagyon játszanak velünk. Mindjárt megnézzük ezt, amikor kisüt a nap rendesen. Az a helyzet, ezek a fellegek játszanak velünk, és nem igazán tudunk demonstrálni normálisan, hogy hogy működik a rendszer, de azért az látható, hogy dolgozik a kis inverter, és besegít. Na, hát nyilvánvalóan attól függ, hogy mennyit szeretnénk segíteni a rendszeren, meg hogy mennyi napelemünk áll rendelkezésre, annak függvényében egyre többet tudunk levenni a meglévő szigetüzemű inverternek a válláról. Tehát egy ilyen kis mikroinverter erre a feladatra mondhatni tökéletes. Egyetlen egy dologra kell figyelni egyébként, amennyiben egy ilyet csatlakoztatunk a rendszerhez, mindig maradjon valami fogyasztó, tehát amit idézőjelben betáplálunk a saját szigetüzemünkbe, azt el kell fogyasztani, mert különben leállhat 8-as kóddal az inverterünk, és az áramszünetet generál nekünk. Amiből semmi probléma nem lesz egyébként, tehát nem romlik el az inverter, semmi olyan dolog nem történik, amit tilos lenne, szimplán csak nekünk lesz egy áramszünetünk, tehát ugye ezt folyamatos fogyasztó esetén lehet alkalmazni, de egyébként úgy nagyon-nagyon jó segítség tud lenni, ha még a nap is kisüt, bár engem meggyőz mindenféleképpen, hogy csak 4,5 lett a 4,55, annak ellenére, hogy egy kicsi inverterről beszélünk, egy szemnapelemről, és teljesen elfektetve alapvetően, ráadásul felhős időben. Kijöttünk ide a napelemhez, és ott látható szépen, hogy zölden villog, ami azt jelenti, hogy szépen termel. És egyébként így, hogy kijöttünk a reaktortérből, ám már így a nap is süt. Természetesen mi ott ácsorogtunk, addig nem akart sütni. Na jó, de ilyen mostoha körülmények között, hogy el van fektetve a napelem, nem is várok túl sokat a dologtól, de ahhoz képest én azt mondom, hogy nagyon szépen dolgozik. Egyébként itt vagyunk Lacinál a hegyen. Ő itt Laci egyébként. Sziasztok. Neki is lesz csatornája, van csatornája, már van, bocsánat, is. Már van neki csatornája. Fog feltölteni ő is szigetüzemű tartalmakat, és megosztja velünk egyébként a tapasztalatait, sőt, akar indítani egy kis sorozatot idézőjelbe, hogy honnan indult, és hova érkezett meg. Bár az, hogy hova érkezett meg, azt már pont láttátok egyébként. Nem, a mikroinverter nem az övé, azt a Sándor küldte egyébként tesztre, csak mondom, így bedemonstrálom neki is, hogy milyen egy AC csatolt inverter. Na, úgyhogy leírásban megtaláljátok a linket egyébként, hogy hova kell feliratkozni, már ha akartok, szigorúan csak akkor. És egyébként, hogyha tetszett a videó, akkor dobhatsz egy lájkot, ha még nem tetted, akár feliratkozhatol. László, valamit? Sőt, akár majd hozzám is. Mondjuk egy azt már elmondtam egyébként. Az első tartalmakig, de jönni fog. Aztán utána megnézzük utólag az előzményeket, hogy hogyan is indult az egész, mert hát valahova azért csak eljutottunk. Bizony. De nagyon-nagyon, az elében nagyon kicsivel kezdtük az egészet, tehát gyakorlatilag mobiltelefontöltés egy napelemmel, úgyhogy... De már onnan is nagyon izgalmas ez a hobbi. És ez egy olyan hobbi egyébként, ezt még hagyd mondjam el, hogy oké, hogy pénzt visz, mert el lehet költeni százreket, milliókat, ez tény és való, de ez egy olyan hobbi, ami azért pénzt is tud visszahozni. Bizony. Úgyhogy jó pofa dolog. És egyébként nincs bekötve villanyatok? Nincs. Hát nincs. Megigényeltük, hát nincs. Utána a szolgáltató 2-3-szor kijött, mondta, hogy tereprendezés kell, meg minden, mi meg úgy voltunk vele, hogy ráérhet. Addig is kell valami végül is? Igen, igen. Most már így van? Igen, és ráadásul állítólag a településen vannak áramszünetek, nem is gondoltam volna, de hogy az a nagyon gáz, hogy mesélik a többiek, hogy így reggel nincs villany, és akkor elmennek kávé nélkül, meg ilyesmi munkába, tehát komfortnak lőttek. Nálam ilyen nincs. Hát itt nincs, itt szigetüzem van egyébként. Most egyébként az én autómat töltjük, de csak azért, mert szigorúan muszáj, kötelező, különben megsértődik a házigazda. Egyébként ugye nem akarnám terhelni feleslegesen, na de... Kétlen vagy, addig nem is sehol. Ennyi, megmondták. Ha tetszett a videó, akkor tényleg dobhatod a lájkot, ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatol, akár oda is, és szépen fognak jönni a tartalmak, és nyomon követjük majd egymásnak a szigetüzemét, hogy ki mit csinált, hogy termel, mit csinál, úgy lesznek sok fejlesztések. Én azt mondom, hogy erre a videóra ennyit, következő videóig is, na csá! Sziasztok! Folytassuk itthon is ezt a tesztet egy kicsit, most jobb körülmények között. Ugye itt most a napelemet én rendesen felállítottam idézőjelbe, bár a reggeli napfényünk az
Hát nyilván nem tökéletes, azért még kicsit korán van hozzá. Bár az optimális szöget azt most én megadtam neki. Piros jelzésünk van egyébként. Csatlakoztatom ide a fogyasztásmérőbe. És nézzük meg, hogy mi történik. Úgy látom, megtörtént a munkapontkeresés. És szépen emeli a teljesítményt. Akárhogy tartom ezt a dolgot, mindig tükröződik. 160, 180, 190, 214, 230. Egy 300 wattos a készülékünk. És 268-at tart egyébként. Na, nagyon szépen dolgozik egyébként. És szépen számolódik egyébként még a energia is, amit betöltöttünk. Konkrétan Auto Power Factor 0,96-os, majdnem 1,2 amperrel töltünk befele. 0,96-os, és akkor hogy is kell itt a kosztra. Tehát a kilowatt órák is számolódnak egyébként nagyon szépen, hogy mennyi az, ami bevándorolt. Bár ugye az órában maradhatott valamennyi, mert nem volt kinullázva teljesen. De most nem az a lényeg, látható, hogy szépen gyűlik a betáplált kilowattóra. És 263 watt környékén stabilizálódott a dolog. Na hát ebbe a szögbe, ilyen körülmények között, ennyit tud a napelemem is, meg a készülék is, de én szerintem, hogyha több napelemet kötünk rá, akkor se lesz sokkal jobb semmivel se, ugyanis nagy valószínűséggel ő nézi a bemenő áramot is, meg a bemenő feszültséget is, és megpróbál egy olyan munkapontra beállni, ami még neki jó, hogyha pedig lent több megyen be, akkor gondolom egyszerűen csak így meghúzza a határt, hogy na ez a maximum és több nincs. Hát ez egy nagyon jó megoldás egyébként kibővíteni a szigetüzemünket. Igaz, hogy nem egy olyan nagy segítség alapvetően, mert 300 watt nem mondható olyan soknak, de gondoljunk abba bele, hogy van egy 2-4-es inverterünk. Elindítunk egy boilert mondjuk egy 1500 wattos fűtőszállal. És ha már 300 watt környékén besegítünk neki, az jelentős lesz. Ugyanis rengeteg tartalékod marad a rendszerbe. Az viszont fontos, hogy amennyiben a boilered megáll, akkor 8-as kódon meg fog állni a szigetüzemed is. Hát ezt már ugye ismerjük gyakorlatilag. Hát a Vikron esetében ilyen problémák nincsenek, ugyanis ott felviszi a frekvenciát, és azzal leszabályozza úgymond a betáplálósat. Bár ott szerintem nincsenek is ilyen problémák, hogy kevés lenne a teljesítmény, mert ugye ott az teljesen más kategória. Tehát ez ugye akkor jó, amikor az embernek kisebb invertere van. Én nagyon sokáig használtam egy ilyen invertert, csak az 1000 wattos változatát egyébként. És nagyon jó szolgálatot tett. Mai napig megvan egyébként, ott van készen létben, hogyha szükségem lesz rá. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz. Ja, és köszönöm szépen egyébként a Sándornak, hogy elküldte teszre ezt a terméket. Ugyanis nagyon érdekes kis holmi. Többször akartak már nekem küldeni, de egyszerűen azt mondtam, hogy ne küldjenek, mert úgy se lehet hivatalosan használni. De végül is szigetüzembe senkinek semmi köze nincs hozzá, szóval miért ne használjunk ilyet, hogyha van rá megfelelő technológiánk? Én szerintem nyugodtan lehet. Persze tartsuk be a játékszabályokat, és úgy használjuk azt, ahogy az kell. Következő videóig is. Na csá!